A kormány ígéretei szerint nem fognak bevezetni plusz illetéket a prosztumerek megadóztatására. Ennek ellenére a Romániai Prosztumerek Szövetsége szerint az Országos Energiaár Szabályozó Hatóság megkezdte egy külön biztosítéktábla beszerelését azoknál, akik most engedélyeztetik a napelemek hálózatra csatlakozását. A Romániai Prosztumerek Szövetsége szerint az Országos Energetikai Szabályozó Hatóság külön biztosítéktáblát szerel fel azoknál, akik most engedélyeztetik a napelemek hálózatra való csatlakozását. Mindezt úgy, hogy a kormány ígéretei között szerepel, hogy nem fognak bevezetni plusz illetéket a prosztumerek által megtermelt áramra. Antal Lórend RMDS szenátor szerint ők megpróbálták kormányzásuk alatt megakadályozni bármiféle napfényadó bevezetését. Mindazon tagállamok esetében, ahol a prosztumerek által termelt villamos energia mennyisége meghaladja az összfogyasztás 8%-át, tehát jelen esetben ugye naponta 6500-7000 megawattot fogyasztunk Romániában, a 8%-a a 6-7000-nek az ugye közel 420-450 megawatt lenne, akkor abban az esetben az energiaügyi hatóságnak lehetősége nyílik különböző illetékeket, adózást kiróni a prosztumerekre. Azt is hozzátette, hogy 2026. december 1-től lépne érvénybe ez a plusz jogköre az Országos Energetikai Szabályozó Hatóságnak, abban az esetben, ha a prosztumerek napi áramtermelése nagyobb lenne, mint 8%.